Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve? Ezt mutatja itt ez a király. A kezében van ez az arany kehely. Ez a kehely szimbolizálja a víz elemét. És a víz eleme az érzelmekre utal. De van nála ez a büszke, várakozó tartás. Szerintem arra vár, hogy te jelentkezzél nála, te ezt próbáltad is, de ő még továbbra is várakozik, lehet, hogy ez neki örömet szerzett, és megvárakoztat téged. Mi áll nála a középpontban jelenleg? Azt itt a négyes szám szimbolizálja a biztonság érzete. Itt az érmék utalnak az anyagiakra, a munkahelyére, de az értékekre is. Mindaz, ami számára értékes, azt ő meg akarja tartani. Ha ez a párkapcsolat, vagy te számára értékes vagy, akkor ő mindenképpen megtart téged. De várakoztat a jelen pillanatban, mert itt láthatjuk, ez a férfi egyedül van, visszahúzódó, megleckésztett téged. Milyen a kapcsolata másokkal? Itt mutatja ez a kép, újra az érmék jelennek meg. Az anyagiak nagyon fontosak most számára, és a munkahelyi dolgok is. Itt van az egyik oldalon egy érem, az mutatja az ő értékeit, vagy azt, hogy bele akar vágni egy ilyen magánvállalkozásba, de várnia kell arra, mire indíthat. Lehet, hogy kéri másoktól a segítséget, az lehet anyagi segítség is, de mindenki őt megvárakoztat. Türelemre van szüksége. Mi változik nála? Megint az anyagiak állnak itt a középpontban, de az értékek is. A kilences szám az korlátozásokra utal. Ő valamit szeretne kezdeni, szerintem ez egy új irány, ami a munkáját illeti, kell, hogy mások segítsék őt, lehet, hogy anyagilag is, de nincs meg ez a segítség, ezért itt vannak korlátozások, és nem tud lépni. Hogy áll hozzád? Itt megint az érmék vannak. Holott az érmék nem csak az anyagiakat jelentik, hanem az értékeket, ez lehet belső érték is, azon kívül az érmék jelentik a föld elemét, és az utal a reális dolgokra. Ha neki tervei vannak veled szemben, itt láthatók az érzések, akkor azt szeretné ő megvalósítani, kell is számára a biztonság érzete, de várakoztat téged. Itt ezen a képen látható egy gazdag férfi, aki ad valamit. Itt ez a középső elveszi tőle, tehát kap ebből valamit, és a harmadik nem kap semmit. Ez utalhat az anyagiakra, veled kapcsolatban. Lehet az, hogy úgy érzi, hogy te megpróbáltad őt kihasználni. Nem biztos, hogy anyagilag, hanem érzelmileg. Az is lehet, hogy ő nyújtani akar számodra valamit. El akar téged kényeztetni,
és neki időre van szüksége, amíg ő az anyagiakat rendezi, és megvárakoztat téged. És ez a hölgy a háttérben. Mi a kapcsolat ezzel a hölgyel? Itt ez a két kártya adja meg rá a választ. Megint az érmék, ami az anyagiakra és a munkahelyi viszonyokra utal. Itt van egy királynő, ezen a képen egy uralkodónő. Ő elvár ettől a hölgytől valamit. Lehet, hogy üzleti kapcsolat, és megbeszélik az anyagiakat. Az is lehet, hogy ő indítani akar egy céget, és szüksége van pénzre, és ez a hölgy segíti őt. Itt nem szerelmi kapcsolat van, hanem anyagiak és munkahelyi viszonyok. Az is lehet, hogy ez a hölgy gazdag, vagy főnöknő, és neki szüksége van most munkára, mert az anyagiak állnak most a középpontban, és ő szeretne anyagilag, vagy ami a munkáját illeti, valamit megváltoztatni. Ez nem szerelmi kapcsolat. És hogy tekint rád, a választ megadja ez a főpapnő. Ez egy szent hely, és ez a főpapnő, ez uralkodik a sorsok felett, a sors könyve felett. A ti kapcsolatotok bele van írva a sors könyvébe. Van köztetek egy lelki kapcsolat, amit te is érzel, hogy visszatér hozzád. Ez meg van írva a csillagképekben. Mit tudsz tenni, hogy jobbuljon a helyzet? Jelen pillanatban így érzed magad. Elveszíted a talajt a lábad alatt, és minden úgy a feje tetejére állt, mert nem tudod, hogyan tovább. A válasz? Ezt a képet megfordítani. Egészen más kép néz ki, mégpedig van egy talaj, és itt a fej körül van ez a fény, a kisugárzás. Minden jóra fordul, de változtass a nézeteden. Fordítsd meg 180 fokkal, és akkor másképp látod a dolgokat. Ez a hölgy, aki belépett az ő életébe, ez nem egy társnő, ez nem egy szerelem, itt üzleti dolgokról van szó, vagy munkahelyi kapcsolatról. Az lehet, hogy ez a hölgy segít, de nincsenek elvárásai. Próbáld meg másképp nézni a dolgokat, akkor így kivilágosodik minden. És a ti jövőtök, erre megadja a választ, itt ez a kártya. Itt van a terülj-terülj asztalkám, meg ott az aranykehely. Ebből 9 darab. A kelyhek a víz elemét szimbolizálják, és a víz eleme mutatja az érzelmeket. Ez a férfi szeret téged, de a 9-es számnak is van jelentése. Itt vannak még korlátozások, lehet, hogy el kell, hogy váljon, vagy rendezni az anyagiakat, akar egy munkahelyi új kezdetet, és így lassan-lassan kialakul köztetek ez a párkapcsolat, türelemre van szükség. Ezek a korlátozások, az idő. Én most megkérdezem az ingát, visszatér hozzád, mert szeret téged, igen, nem, vagy talán. Ha az inga jobbra mozdul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő szeret téged, és visszatér hozzád. Ha az inga balra fordul ki, akkor az azt jelenti, ő nem szeret téged, nem is jön vissza, nem lesz ebből semmi. Ha az inga megáll, akkor most megállnak az események, és nem lehet tudni, hogyan tovább.
a válasz. Egy ideig megállnak az események, de egy-két hónapon belül visszatér hozzád. Kedves Mirjen, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!